11 női, 7 férfi és 7 utánpótlás csapat. Összesen 25 együttes szerepel idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda bajnokságban. Ez 3-mal több indulót jelent tavalyhoz képest, ami köszönhető egyrészt annak, hogy a megyében is nagy népszerűségnek örvend a sporták, de egyéb okai is vannak a megnövekedett létszámnak. Ez az szerintem annak is köszönhető, hogy valóban egyre több helyen van már meg a lehetőség arra, hogy a kézilabda sportágat olyan szinten üzzék, hogy ahhoz tényleg minden lehetőség adott legyen. Tehát megépülnek a csarnokok, a kiszolgáló létesítmények. Én úgy gondolom, hogy az eszközfejlesztés része is rendben van, ez természetesen köszönhető a TAO pályázati lehetőségnek. Úgyhogy aki kézilabdázni szeretne, amatőr vagy profi szinten, annak a lehetősége én úgy gondolom, hogy most már megvannak. Bízunk benne azért, hogy tényleg sikerül majd egyre magasabb szintre kapaszkodni a megyei kézilabda csapatoknak. A megyében több klub is igen sikeres, többek között Kisvárdán NB1-es a női kézilabda együttes, de a településnek a férfi NB2 északkeleti csoportjában is második helyen áll a csapata. Jól szerepel Nyíregyháza férfi együttese is, ők jelenleg negyedikek az NB1B keleti csoportjában. A női NB2 északkeleti csoportjának első két helyét is megyei csapat foglalja el, a Máté Szalka és a Kölcsei, de a Vitka is a nyomukban van, ők a negyedik helyen állnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség játékvezetői bizottsága 2018-ban is folytatja az alapfokú játékvezetői tanfolyamát. Azon fiatalok jelentkezését várják, akik elkötelezettek a kézilabda sport iránt, esetleg játékos múlttal rendelkeznek, és a jövőben játékvezetőként szeretnének a mérkőzéseken közreműködni. Szeptembertől most decemberig szünetelt a játékvezetőképzés, de januártól újra alapfokú játékvezetői tanfolyam indul, amely pontosan azt a célt szolgálná, hogy ugye játékelemnek, a játéknak a része, akárhogy is nézzük, a játékvezető is természetesen, tehát ahogy idézőjelesen szükséges rossz, de természetesen azért ezen teljesen túlmutat. Ők nagyon fontos szereplői a játéknak, és nagyon nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a játékvezetők felkészültek legyenek, nem csak fizikailag legyenek felkészültek, hanem mentálisan is legyen meg a szakmai hozzáértésük is, mert azért a játék képét nagyban tudja befolyásolni egy-egy játékvezetőnek a hozzáállása, erőssége, és természetesen a játékosoknak is szükséges az, hogy úgy irányítsák a játékot, hogy az lényegében észrevehetetlen legyen, ehhez viszont valóban egy felkészült játékvezetőnek kell lenni. A képzés célja, hogy a megyében egyre több működő játékvezető legyen, de kiemelten fontos a fiatalok és nők bekapcsolása is a rendszerbe. Az utánpótlás pedig nagyon fontos a játékvezetőknél is, erre szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni, pontosan ezt a célt szolgálja a Jump program is, amelyen minél több játékvezetőt szeretnénk bevonni ebbe a sportágba. Én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres program, úgy gondolom, hogy nagyon jó terep, mind a diákolimpiai versenyrendszer, mint pedig a megyei kézilabda bajnokságok, hogy edződjenek ezek a játékvezetők, és azért annak örülünk, hogy nagyon sok játékvezető innen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből régebben is, mostanában is, magasabb szinten is kvalifikálta magát, és nagyon komoly bajnokságokban, NB2-ben, NB1-ben, sőt nemzetközi bajnokságokban is elismert játékvezetők ők már, és nagyon komoly teljesítményt nyújtanak. A játékvezető képzés a Magyar Kézilabda Szövetség játékvezetői albizottságának oktatási anyagával történik. A tanfolyamra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kézilabda Szövetségnél lehet jelentkezni.